Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a holdfogyatkozás titkai. Holdfogyatkozás lesz május 26-án a déli órákban. Ez a mostani holdfogyatkozás a száros ciklushoz tartozik. Ez a ciklus a nap és a holdfogyatkozásokat jelenti, a mostani, azaz 56. Amikor ez a holdfogyatkozás lesz, mint mondtam, így a déli órákban, Közép-Európában a hold a horizont alatt van, így nálunk nem látható. Ahol viszont jól látható, ez Észak-Amerika, Dél-Amerika, Ázsiának egy része, Ausztrália, az Indiai óceán területén és a Csendes óceánnál. Mit jelent tulajdonképpen egy ilyen holdfogyatkozás? Ez mindig a kármikus csomókon van. Ezúttal a lefele mozgó holdcsomón, Kétún, ami a múltra utal, mind arra, amit átéltünk a korábbi életünkben. És ez a hold energia azt mutatja, hogy figyeljünk oda, valamit közöl velünk, valami fontosat. Én ezt úgy tudnám elmagyarázni. Képzeld el, hogy örököltél egy várat vagy egy kastélyt, és oda utazol. És ebben a kastélyban van egy pince, és ott vannak a rejtett kincsek. Évszázadok óta itt nem volt senki, de te most kíváncsi vagy, hogy mit találsz ebben a pincében. És nagyon óvatosan, kicsit félve, bizonytalanul lemész ebbe a pincébe a lépcsőn, lefele, egyik lépés a másik után, és megnézed, hogy itt mi található. Vannak olyan dolgok, ami poros, ami nem kell, amit szeretnél eltávolítani, de itt felfedezel egy kincses ládát. És ezt kinyitod, és minden benne van, ami számodra értékes. És vedd a kezedbe ezeket az értékeket. Itt lehet, hogy még takarítasz ebben a pincében, de ami fontos, hogy menj fel a lépcsőn újra a kastélyba, de ezekkel a kincsekkel. És ezek a te értékeid, a belső értékeid is. És pontosan ez történik egy holdfogyatkozásnál, különösen akkor, ha ez a holdfogyatkozás a lefele mozgó holdcsomón van, ami a múltra utal. De visszatérve erre a pincére, itt nem csak kincsek voltak, hanem sok olyan dolog, amitől el kellene búcsúzni, mert félelmeket vált ki belőlünk. De nem az a megoldás, hogy mi túl sokat foglalkozzunk a félelmekkel, hanem az lenne jó, ha odafigyelnénk arra, miből adódik ez, miért vannak ezek a félelmek, és akkor megvan a válasz rá, mit vagy hogyan tudnánk ezen javítani, áttenni magunkat a félelmeken. Ami sokkal fontosabb, hogy mit tudunk felfedezni, és ez nem más, mint ez a kincses láda, és ez olyan, mint a mi szívünk. Mert a mi szívünk szintén egy kincses láda, minden benne van, amit mi szeretünk, amit mi kedvelünk. Én kívánok neked egy szép napot, szeretettel, Denderrel!